Ferenc pápa üzenete a kínai katolikusoknak. Rendkívüli pápai döntés Fernando Caradima érsek ügyében. Családi fagylaltozó a közösség szolgálatában, itt a római riportokban. Október 3-án nagy ünnepség keretében kezdődött el a fiatalokról és a hivatásról szóló püspöki szinódus, amely október 28-áig tart. A legutóbbi témája az eukarisztia, a Biblia, az új evangelizáció és a család volt. Kezdete a II. Vatikáni zsinatra nyúlik vissza. Első ízben 1969-ben hívták össze, a mostani a 15. A szinóduson 267 püspök és pap vesz részt. Most első alkalommal két kínai püspök is jelen lesz a találkozón. A legtöbb püspök a szülőföldjéről érkezik, a pápa maga választott ki 41-et. A szinóduson 49 szakember is jelen van, 24 férfi és 25 nő. Ebben a 25 napban azokat a munkadokumentumokat fogják átbeszélni, amelyhez 221 000 hozzászólás érkezett világszerte. A végén ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket a résztvevőknek kell megszavazni. Az egész szinódus alaptémája a fiatalok hitélete és hivatása. Arra is kitérnek, hogyan segítsék a fiatalságot az életre szóló jó és helyes döntések meghozatalában, legyen az papság vagy szerzetesség, házasság vagy világi egyedüllét. A szinódus általános titkára szerint a fiatalok azt szeretnék, ha az egyház hallgatna és számítana rájuk. La chiesa come la vogliono i giovani? Mit akarnak a fiatalok az egyházban? Átlátszóságot, őszinteséget, nyitottságot, befogadást és hitelességet. Ezek azok a kérdések, amelyek gyakran előkerültek az elmúlt években. Röviden, a fiatalok szeretnének aktívan részt venni az egyházban, akarnak valamihez igazodni, de nem szeretnék, ha szigorú szabályok gátolnák őket. Az egyik legnagyobb meglepetése a szinódusnak a fiatal tanúságtevők listája, akik közt vannak szenté avatottak, mások pedig a boldoggá avatási fázisban vannak. Mindannyiuk szenvedélyesen szerette az életet. Thérèse de Chat Kapangala egy olyan fiatal 24 éves kongói lány volt, aki arra készült, hogy belép a Szent Családról elnevezett kongregációba. Ám egy utcai tüntetés alkalmával, amikor a katonaság lőni kezdett, saját testével védett és mentett meg egy kislányt. Ő viszont meghalt. Vagy itt van Brenner János, az a fiatal magyar, akit a kommunista pribékek 26. születésnapja előtt gyilkoltak meg, amikor beteghez ment. Papi buzgósága zavarta a kommunista eszméket. Sok olyan fiatal is van köztük, akik a világi életben keresték az életszentséget. A spanyol Monsegrázes például szenvedélyesen szerette a baseballt, a teniszt, a zenét és a színházat. Mindig optimista volt, még akkor is, amikor a 18. születésnapja előtt súlyos rákbetegsége miatt meghalt. Az Opus Dei tagjaként átadta életét Istennek. Egy másik hős, az olasz Carlo Acutis, aki 2006-ban halt meg, mindössze 15 évesen. Szerette a számítógépet és honlapokat készített. Temetésén számtalan szegény vett részt, akiket titokban élelmiszerrel segített. Gianluca Firetti is nagyon szerette a természetet és a futballt. Mindössze 18 éves volt, amikor daganattal diagnosztizálták. Fiatal élete a hit és a bátorság megélésének példája volt. Kitűnt abban, hogy nem volt benne irigység. Egy pappal együtt könyvet írt arról, hogy milyen Istennel barátságban lenni és vele küzdeni.
Chiara Badano lázadó fiatal volt, de nagy lelkű, aki azért imádkozott bérmálkozásakor, hogy a legbarátságtalanabbakat is szeretni tudja. A példaképek között találjuk Chiara Maria Brunót is, aki gyógyszertechnikát tanult az egyetemen, és jegyben járt Stefanoval. Chiara 25 évesen halt meg, de mosolya soha se hagyta el. Mindig azt mondta, hogy nem fél a haláltól, attól félne, ha Krisztustól távol lenne. Carlota Noblié művészettörténetet tanult, és hegedűn játszott. Volt egy blogja, amit rendszeresen írt. Nem mindig volt gyakorló katolikus, de egy alkalommal a pápa egy beszédének hatására érezte, hogy meg kell gyónnia, és hitét komolyan kell vennie. 2013-ban halt meg, csupán 24 éves volt. Chiara Corbella Petrillo 2012-ben hunyt el. Harmadik terhessége alatt diagnosztizálták rosszindulatú daganattal. Gyermeke érdekében nem vállalt terápiát. Annak a szeretetnek a példája, amely nagyobb, mint a halálfélelem. Az általános kihallgatás során Ferenc pápa bejelentette, hogy egy nappal a kínai kormánnyal történt egyezmény aláírása után üzenetet küldött a kínai katolikusoknak. Con ciò auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase che aiuti a sanare le ferite del passato e a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici cinesi e ad assumere con rinnovato impegno l'annuncio del Vangelo. A pápa levelében hangsúlyozta azt a meggyőződését, hogy a két egyház, a föld alatti és a hazafias közötti találkozás akkor lesz gyümölcsöző és hiteles, ha a párbeszéd jegyében zajlik. A pápa azt is elmondta, hogy az egyezmény egy egészen új fejezetet nyit a kínai katolikus egyház életében. L'accordo è frutto di un lungo e ponderato cammino di dialogo intenso a favorire una più positiva collaborazione tra la Santa Sede e le autorità cinesi per il bene della comunità cattolica in Cina e per l'armonia dell'intera società. Az egyházfő arra kérte a püspököket, papokat és szerzeteseket az egész világon, hogy felejtsék el a múlt konfliktusait, és alázatosan dolgozzanak a kiengesztelődésen és az egységen. Ferenc pápa a Vatikánban fogadta az angol és a skót püspököket, akik a szokásos ad limina látogatásra érkeztek Rómába. Egy hetet töltöttek el itt, hogy a pápával és a különféle kuriai dikasztériumok vezetőivel találkozhassanak. A katolikus püspökök közt volt Christopher Foster, az anglikán egyház püspöke is. Liverpool érseke szerint az ökumenizmus fontos szerepet játszik a különféle angliai egyházak között, és ez példaként szolgálhat mások számára. Messze elől járunk abban, ahogyan az ökumenikus párbeszédet értjük, és ahogyan az gazdagíthatja egyházainkat. Mi ezt az üzenetet kaptuk a II. Vatikáni zsinattól, és azóta minden egyes pápától. Az angol és a walesi püspökök arra kérték fel a Katolikus Nemzeti Bizottságot, hogy egy független bizottság által vizsgálják felül eddigi védelmi struktúrájukat, miután két iskolában nem tartották megfelelőnek a visszaélések kezelését. Szeretnénk megmutatni, hogy nagyon komolyan veszük őket azáltal, hogy átvizsgáljuk a struktúrákat, de nem mi magunk. Függetlenül egy tőlünk teljesen független vizsgálat indult el. A lényeg, hogy rendelkezésükre állunk nekik is, és az áldozatoknak is. A püspökök a kötelező látogatások után visszatértek saját egyházmegyéikbe.
Az általános kihallgatás után Ferenc pápa megáldotta a római riportok mikrofonját. Idén ünneplik a 2003-ban indult televíziós hírcsatorna 15. évfordulóját. A római riportok, amelyeknek anyaga magyar változatban is látható, vezető hírügynökség világszerte az angol és spanyol nyelvű pápai és vatikáni híradásokban, több mint 30 országban. A mai nap a hála napja, főként azoknak, akik a kamera mögött dolgoznak, akik készítik a híradásokat, akik az adminisztrációban vagy a marketingben vesznek részt, és akiknek óriási szerepük van abban, hogy a római riportok eljut az egész világra. A nap tele volt ünnepségekkel, szerte az Örökvárosban. A római riportok szerkesztősége és családtagjaik is részt vettek a pápai általános kihallgatáson. A 88 éves Fernando Caradima püspököt Ferenc pápa felfüggesztette minden papi funkciójából. A hivatalos vatikáni kommunikátum szerint a Szentatya tudatosan választotta ezt a rendkívüli döntést az egész egyház javára. Ezek a bűncselekmények valóban nagyon súlyosak voltak, és a gyökerében kellett megszüntetni őket. Ez egy kivételes döntés, amelyet a pápa meghozott, de tény, hogy Caradima rendkívül sok kárt okozott oly sok chilei életében. Az azonnal hatályba lépő dokumentumot maga Ferenc pápa írta alá szeptember 27-én, és ezzel minden eddigi klérikusi kötelezettsége alól felmenti őt. A közleményre 5 hónappal azután került sor, hogy a pápa Chile püspökeivel találkozott a Vatikánban, amelynek során az országban történt visszaélésekről tárgyaltak. 2011-ben egy vatikáni vizsgálat során bűnösnek találták, mert éveken át 10 éves fiúkat molesztált. Az akkori ítélet szerint semmiféle papi szolgálatot nem végezhetett, beleértve a gyóntatást és a lelki vezetést, és visszavonultan kellett élnie. De csak most bocsátotta el őt a pápa klerikusi állapotából. Ehhez a végleges döntéshez az vezetett, hogy Ferenc pápa 2018 tavaszán találkozott 3 áldozattal, akik Caradima visszaéléseiről számoltak be. Az egyháznak egy nagyon barátságos arcával találkoztunk azokban a napokban, egészen mással, mint korábban. El que conocimos antes. El pápa. A pápa formálisan is bocsánatot kért tőlünk saját maga és az egész egyház nevében. 2018. júniusa óta 8 chilei püspök adta belemondását a vizsgálatok eredményeként, akik a jelek szerint szintén érintettek voltak visszaélési ügyekben. Az iraki iszlám állam eleste után sok Ninivéből és környékéről elmenekült keresztény vissza tudott térni otthonába. Ez megközelítőleg 40 ezer embert jelent. Az iraki pápai nuncius szerint helyzetük azonban továbbra is nagyon nehéz. Még sok mindent kell tenni, sok mindent újraépíteni. A házaikat tönkretették, felégették vagy megsemmisítették. De mostanra a keresztények fele visszatért otthonaikba, és ez nagy dolog. A nuncius elmondása szerint a keresztények nagyszerű példát mutatnak a kiengesztelődésben és a megbocsátásban. Beszámolt egy olyan esetről is, amikor egy keresztény család visszatért otthonába, de a házban már más embereket talált. A házat akkorra már muszlimok foglalták el. Egy sok gyerekes család, akik szintén nagy szükségben voltak. És azt mondták nekik, maradjatok még, nem jövünk vissza, mert nektek is szükségetek van egy házra. A muszlim családot nagyon mélyen érintette a magatartásuk, egymást átölelve köszönték meg nekik a lehetőséget. A nuncius elmondta, hogy nagyon sok keresztény imádkozott az üldözőikért, és nagyon sok muszlim, aki látta ezt, szeretettel tekint a keresztényekre.
Felértékelhetetlen példa, és a muszlimok azt mondják, hogy mi kidobtuk őket. Rosszul bántak velünk, és most, amikor szükségünk van rájuk, segítenek nekünk. Rendkívüli tanúságtétel arról, hogy a szeretet győzelme képes legyőzni minden háborút és erőszakot. Az iraki pápai nuncius hamarosan visszatér Bagdadba a pápa üzenetével, hogy imádkozik az iraki keresztényekért és azért, hogy a keresztények továbbra is ott maradhassanak, mert nélkülük a Közel-Kelet egy egészen más valóság lenne. A Goodness Reigns jóság uralkodik egy laikusok vezette non-profit szervezet, amelynek célja, hogy a médián keresztül evangelizáljon. Versenyeket, filmfesztiválokat működtet azért, hogy terjessze a katolikus hitet és tanítsa az embereket. Az egyik legújabb felhívásukkal, melynek címe Osz meg egy történetet, arra ösztönöznek, hogy rövid videót készítsenek a résztvevők. Minden kategória fődíja $1000, a leadási határidő október 28-a éjfél. A videókat a 2019. évi Panamai Világi Fiúsági Napon is felhasználják. Annyi ábrázolásunk, annyi szent képünk van, amit használni tudunk, hogy a hitünket bemutassuk. Így amikor megvan a megfelelő háttérzene, ezek a gyönyörű ábrázolások az elmét és a szívet Istenhez emelik. A filmiskola igazgatója szerint a videókészítés nagyszerű lehetőséget ad a katolikus hit gazdagságának felfedezésére. Az is segít a hitben való növekedésben, ha csak egy filmet készítek. Ugyanis ilyenkor rengeteg kutatást kell végeznem a témában, hogy azt elő tudjam adni eredményes és célra vezető módon. Abban is hisz, hogy maga a videókészítés folyamata is jótékony hatással van a katolikus hitről való tanulásra. Olyan sok az evangéliumi Krisztussal ellentétes üzenetet tartalmazó videó, és a fiataloknak különösen szükségük van rá, hogy amikor online vannak, minőségi tartalmat lássanak, ami táplálja a hitüket és Istenhez vezeti őket. A Goodness Reigns már a 2011-es madridi világi fiúsági napon is szerepet vállalt. Az oszthatatlan című film Darren Turner tábori lelkész és felesége Heather igazi történetén alapul, akiknek a házassága válságba kerül a lelkész traumatikus tapasztalatai miatt, melyeket az iraki háborúban élt át. I want to know why you have it in you to show up for those men when you refuse to do it for your own wife and kids. Because those men need me. I need. A küzdelmek mellett a film azt is bemutatja, hogyan sikerült Darrennek és Heathernek megmenteni a házasságukat Istenbe vetett hitük segítségével. Azt hiszem, az emberek tényleg azonosulni tudnak majd ezekkel a karakterekkel, és remélhetőleg az ő példájuk másoknak is példát adhat. Mondván, nem számít, milyen belső háborúval van dolgod, Isten segíteni fog megoldani a helyzetet. Az alkotás nézőpontja egyedülálló és üdítő a katonákkal foglalkozó filmek között. You see a lot of stories that deal with Sok olyan történetet lehet látni, amelyik a poszttraumás stresszel foglalkozik, és a katonákra fókuszál, ugye? De nem igazán foglalkoznak a családot érintő hatásokkal. Most egy nő szemszögéből láthatod mindezt, hogy a család és a gyerekek hogyan küzdenek meg ezzel. Darren Turner szeretné, ha az emberek belátnák a segítség keresésének és a kiengesztelődésnek a fontosságát. Amikor az élet kezd nehezebb lenni, keresd gyorsan segítséget. A filmben olyan ismert színészek szerepelnek, mint például a Grace Klinika sztárjai. A bemutató október 26-án lesz az Egyesült Államokban. It is with great honor that I have served my country, but I only stand before you today because Jesus is my rock, and because I have a family who loves and believes in me. Köszönöm.
Jewel Lake Testy Freeze egy olyan fagyizó, amely Alaszka Anchorage nevű városában működik. Itt nem csak fagylaltot kínálnak a fogyasztóknak. A tulajdonos, Rich Owens egy olyan keresztény családtól vásárolta meg az üzletet 24 évvel ezelőtt, akinek a közösségépítés volt a legfőbb célja. Ez az üzleti vállalkozás úgy próbálja segíteni a helyi közösséget, hogy több mint 100 szervezetnek ad adományokat minden évben. Mindig azt hangsúlyozzuk, amikor egy új alkalmazott érkezik hozzánk, hogy figyeljen a fontossági sorrendre. Az első a családod, a második az iskola, és csak a harmadik a munka. Mielőtt hozzájutott volna ehhez az üzlethez, mindig nagy cégeknek dolgozott, de mindig is ilyen családi vállalkozásra vágyott. Nem volt nehéz számomra, hogy otthagyjam a nagyvállalati világot a sok juttatással, jó fizetéssel. Mert mindig tudtam azt, hogy ezt meg kell tennem ahhoz, hogy igazán boldog legyek. Olyan sokszor hoztam meg döntéseket a szívem szerint, és később mindig bebizonyosodott, hogy azok voltak a helyén valók. Ez a kisvállalkozás 2006-ban, majd 2015-ben újra meghozta Richnek az év dolgozója elismerést. Azt szeretném megmutatni az embereknek, hogy hogyan vehetnek részt aktívan a közösségük életében, hogyan lehetünk nagyvonalúak a képességeinkkel, hogyan tapasztalhatjuk meg a boldogságnak egy különös formáját. Rich üzleti vállalkozása most ünnepli 60. évfordulóját. Még Anchorage érseke, Paul Etienne is felfigyelt Rich üzleti vállalkozására. Meg is jegyezte, hogy sok olyan személyre lenne szükség, akinek ekkora a hite, és ilyen lelkesedéssel dolgozik az egyházért, az emberekért, és különösen a fiatalokért. Következő adásunkban a fiatalokról szóló püspöki szinódus első hetéről számolunk be, itt a római riportokban.